Sziasztok, én Bálint vagyok, ez itt a Gaming Dumping, és a mai napon a Total War Saga-tról fogok játszani, amit ingyenesen meg lehetett szerezni a játék megjelenési napján az Epic Games Store-ról. És elmondható, hogy én is azok közé tartozok, akik nem rendelkeznek jelentős ismerettel a játék korábbi epizódjaival kapcsolatban, így majd, hogy nem ismeretlenül ugrok bele a szériába ezzel az epizóddal. Viszont kifejezetten kezdők számára készítem ezt a videót, akik a játék alapvető mechanikáit sem ismerik. Így együtt végigmehetünk ezen, és megküzdhetünk a játék legelső kihívásaival. Indítanék egy új játékot, és itt látható, hogy az eposznak a két jelentős frakciója sorakozik fel, ugye a dánaánok, illetve a trójaiak, és én a játékban egy kifejezetten egyszerű kezdő karakterrel indítanám ezt a kis videót, Agamemnonnal, akinek a kezdő szituációja könnyű. Viszont a játékot normál nehézségen hagynám, hogy azért mégiscsak legyen egy kihívás, és ne az legyen, hogy azért tudtatok magamnak egy győzelmet, mert a játék engedékeny volt velem szemben, hanem inkább azért, mert elkönyveltem azt, hogy jól tudtam csinálni azt, amit csináltam. Nos, tehát itt lennék, Mykéné városának az irányítása lenne a feladatom, illetve van még egy kisebb városom is, ezzel a kettővel indulok, és remélhetőleg több város elfoglalásával növelhetem majd a birodalmamat a játék során, illetve itt van még Agamemnon, a hősünk, aki egy sereget irányít ezen a stratégiai térképen. A Total War szériákban egy stratégiai térképen mozgunk, körökre osztott játékmódban, és csak a harcokat, ostromokat és a hősök közti küzdelmeket játsszuk le real-time stratégiai nézetben egy új képernyőn, ami akkor nyílik meg, amikor nyilván konfliktusba kerülünk. Úgy néz ki a dolog, hogy most ugye van két városom, de a Total War játékokban minden város egy provincia részét képzi. Itt látható, hogy például Mykéné egy fővárosa egy provinciának, de itt másik két város is része ennek a provinciának, ami viszont egy másik frakcióhoz tartozik. Ezek a városok olyan bónuszokat termelhetnek, amik az egész provinciára kiadnak, tehát hogyha például megépítek egy épületet, ami olcsóbb egységgenerálást tesz lehetővé, akkor az abban a városban is érvényesíti a hatását, ami ugyanabban a provinciában van, de nem az a város, ahol azt az épületet megépítettem. Ugyanígy például a nyersanyag százalékos növekedése is kiad a többi városra, de vannak olyan dolgok, amik persze csak egy városban érvényesülnek. Itt van egy másik városom, ez egy másik provinciának a részeként jelent meg itt nálam a térképen, illetve kaptam meg így a játék elején, és itt látható, hogy ennek a városnak, illetve ennek a provinciának van egy fővárosa, ami az ellenségem, ezt próbálom majd meg elfoglalni a videó végén, illetve van egy másik város, aki jelenleg, ami, hát jelenleg egy olyan frakcióhoz tartozik, ami az én vazallusom, erről majd később eshet szó, hogy ez hogyan működik ez a mechanika. Na, de akkor nézzük meg, hogy milyen alapvető nyersanyagokkal dolgozunk a Total War Saga Troy epizódjában. Van ételünk, fánk, kövünk, bronzunk és aranyunk. Jellemzően az étel az az egységeknek a lehívásához kell, illetve ellátásához. A későbbi egységek már bronzt is igényelnek majd ahhoz, hogy legyártsuk őket, illetve hogy karbantartassák az eszközeiket, stb. Úgyhogy az étel és a bronz az jellemzően ezért lesz fontos számunkra, illetve a fa és a kő az az építkezés miatt lesz fontos. Az arany pedig egy olyan dolog, ami szintén az építkezésben és más területeken is megjelenhet, tehát nyilván ebből van a legkevesebb, úgyhogy ebből fogjuk a legkevesebbet felhasználni, de ettől függetlenül ugyanúgy fontos, hogy legyen nekünk, hiszen egy értékes, ritka nyersanyagról van szó. Van egy menürendszerünk még itt, egy nagyon jól átláthatóan működik a játék UI rendszere, vannak itt különböző győzelmi kondíciók, ezekkel most egyelőre nem fogunk foglalkozni, hiszen nagyon távol állunk attól, hogy ezekre koncentráljunk. Van egy királyi rendelet panel, amire gondoltunk úgyis, mint egy technológiai fára a Civilization sorozatból, de nem erről van szó, mert igazából az adminisztráció hatékonyságától függ az, hogy milyen gyorsan tudunk átvinni egy rendeletet, de lényegében bármi, ami itt látható ezekben a faágokban, amikben el tudunk indulni különböző irányokba, azok mind bónuszokat adnak nekünk, úgyhogy egy stratégiát kiépítettünk ez alapján már is, hogy milyen irányba szeretnénk elvinni a játékunkat, inkább egy ilyen kis harcosabb irányra koncentrálnánk, vagy inkább a gazdaságunkat fejlesztenénk, az épületeket szeretnénk legyártani könnyebben, vagy a népet szeretnénk esetleg boldogabbá tenni. Hogyha megfelelő ideig játszunk, akkor lehetséges, hogy akár erre mind lesz lehetőség, de egyáltalán nem mindegy a sorrend, hogy hogyan fogunk hozzá, hiszen a játék kezdő stratégiája is meghatározó lehet. Van továbbá egy diplomáciai panel, ami elég egyértelműen működik, nem nagyon fogom használni a játék első
fejezeteiben, illetve ebben a videóban. Arról van szó, hogy különböző frakciókkal köthetek megállapodásokat, vazalusaimmá tehetem őket, kereskedhetek velük, háborút robbanthatok ki velük szemben, illetve meg nem támadási paktumokat hozhatunk létre, vagy egyszerűen csak egy olyat kötetünk, egy olyan szerződést, hogy a katonai egységeink átmehetnek a határaikon, és akkor kicsit szabadabban tudunk mozogni a pályán. Van rá egy esély is, hogy mennyi, mekkora százalékkal fogadná el. Nagyon egyszerű a dolog, nem ez lesz a legbonyolultabb része a játéknak, de most egyelőre nem lesz rá szükségünk. Van továbbá egy olyan panel, amit megnyithatunk, hogy isteni akarat, itt a görög panteonnak az istenségeit látjuk felsorakozni, és mindegyik istennél jól láthatóan ki van listázva, hogy milyen bónuszokat biztosítanak számunkra milyen mérföldköveknél. Ezeket a mérföldköveket úgy érhetjük el, hogyha növeljük a támogatottsági szintünket egy adott istenséggel, és ezt megtehetjük úgy, hogy hekatomba áldozatot mutatunk be, ami jelentős mennyiségű élelmiszerbe kerül, illetve úgy, hogyha templomokat állítunk egy istenség felé. A hekatomba áldozattal egyszerűen rögtön az adott körben megnövelhetjük a támogatottsági szintünket. A templomokat viszont hosszabb idő felépíteni, viszont nem kerül annyi ételbe, hanem inkább építőanyagokba kerülnek, és több pontot biztosítanak számunkra. A kettő kombinációját érdemes használni egyszerre, hogyha valaki nagyon hirtelen el szeretne érni egy bizonyos támogatottsági szintet egy istenségnél, erre majd mutatok egy példát a következő videóban. Illetve simán imádkozhatunk is egy istenséghez, ami bizonyos körig ad nekünk egy bizonyos bónuszt. Ez jól le van írva mindegyik istennél, hogy melyik istenségnél milyen bónuszokkal jár egy egyszerű ima, ami pénzbe és élelmiszerbe kerül. Az alapvető funkcióknak itt végére is értünk a felső panelen, itt még két panelt nyithatunk meg, ami kifejezetten Mükénéhez tartozik. Minden egyes frakciónak megvan a saját egyedi képessége. Mükénének egy ilyen király emberei panelja van, amivel a hősöket berakhatjuk különböző pozíciókba, amik ezután biztosítanak nekünk különböző előnyöket, motivációt kapnak, csökkentik a hadseregnek a gyártási költségét, hasonlók, mindegyikre ez le van írva, hogy milyen jótékony hatásai vannak, hogyha valakit beállítunk egy bizonyos pozícióba. Van továbbá egy vazalus rendszere Mükénének, szintén negyedik képessége ennek a frakciónak, hogyha diplomáciai úton vazallussá tettünk egy frakciót, akkor az itt meg fog jelenni, és itt szabályozhatjuk azt, hogy mekkora adót vessünk ki rájuk, mennyi nyersanyagot kapjunk tőlük körönként. Látható, hogy itt a legkisebb értéktől a legnagyobbig húzhatjuk ezt a csúszkát, és hogy a legnagyobb érték közel háromszor, illetve több mint háromszor annyi nyersanyagot biztosít számunkra, mint a legkisebb érték. A hátránya viszont az, hogy ebben az esetben romlani fog a kapcsolatunk ezzel a frakcióval, és egyre kevesebb nyersanyagot tudunk majd megszerezni tőlük. Így, hogyha nagyon sokáig sanyargatjuk őket, akkor egy idő után a legnagyobb értéken lévő adó sem fog annyi nyersanyagot biztosítani számunkra körönként, mint hogyha legkisebb értéken hagytuk volna. Ennek ellenére, hogyha például szeretnénk ezt a frakciót lerohanni, akkor előtte nyugodtan elkezdhetjük kizsákmányolni egészen addig, amíg már nem termel számunkra egészen sok mennyiségű nyersanyagot, és akkor onnantól kezdve azt mondhatjuk, hogy akkor megtámadjuk őket, és a miénk lesz a mindenük, és nem számít az, hogy a vazalusunk-e vagy sem. Én ezt a mechanikát véltem felfedezni ebben, illetve hogyha hirtelen szükségünk van nagyon nagy mennyiségű nyersanyagra, mert konfliktusba kerültünk valakivel, akkor megnöveljük, és később visszaállítjuk egy alapértékre. De ez az egész vazalus rendszer csak akkor tud jól működni, hogyha játszunk ezekkel a számokkal, és nem rögtön a legmagasabb értékre állítjuk fel, és aztán hagyjuk ott, mert akkor gyakorlatilag tönkre fog menni az egész gazdasága ennek az államnak, és számunkra sem lesz hasznos a továbbiakban. Külön fontos számunkra itt a jobb alsó sarokban a térkép körül elhelyezett információs panel együttes, melyek közül a legfontosabb talán az elmúlt események listázása. Itt láthatjuk már is, hogy például kaptunk egy küldetést a játék elején, ennek jól láthatóan meg van jelölve a célja, illetve annak a jutalma, hogyha elvégeztük. Ezen kívül ez megjelenik itt az aktív küldetések között is. Itt láthatunk még összegzéseket a hőseinkről, a provinciákról és városokról, illetve a frakciókról, és ezen kívül pedig van egy ilyen figyelmeztető ablakunk, ami figyelmeztet arra minket, hogy nem választottunk ki még rendeletet arra, hogy végigvigyük azt, végigverjük azt, illetve nem választottunk ki építési lehetőséget egyik városunkban sem. Hogyha egy épület megépült, akkor érdemes egy új építésbe kezdeni, hogy ne vesszen el annak a lehetősége, hogy fejlesszük a városunkat körről körre.
magáról az építkezésről, illetve a provinciáknak egyes tulajdonságairól még nem esett szó. Ezek most ebben a videóban nem is kapnak majd fontos szerepet, de attól függetlenül nézzük meg őket, hogy miről is van szó. Tehát látható, hogy különböző épülethelyek vannak minden egyes városhoz rendelve, vannak kisebb városok, illetve van egy fővárosunk, aminek kétszer annyi építési lehetősége van, mint egy kisebb városnak. A kisebb városok rendszerint ebben a játékban nyersanyaggyűjtő városok, így például vannak ilyen farmvárosok, illetve erdészeti városok, és nyilván így a provinciában is azokat az épületeket érdemes megépíteni, amik ezeket a nyersanyagkitermeléseket támogatják valamilyen formában, de persze tetszés szerint építhetünk nagyon sok mindent. Hogyha rámegyünk arra, hogy mit szeretnénk építeni, egy-egy kategórián belül, akkor rögtön kiválaszthatjuk azokat az épületeket, amik oda megépíthetőek arra a slotra, arra a helyre, amit kiválasztottunk. Most itt nyilván itt nem arról van szó, hogy különböző slotokkal különböző épületek építhetők meg, hanem inkább arra, hogy különböző típusú városokba építhetők meg különböző épületek. Mint például itt látható, hogy ez egy kikötő város, úgyhogy ennek alapból van egy kikötője, ami fejleszthető, és ezen kívül pedig katonai, illetve gazdasági épületek építhetők benne, míg a fővárosban építhető speciális épület is, illetve adminisztrációs és templom épület is. Ha egy nagyobb átfogó nézetben szeretnénk ezeket megtekinteni, akkor van itt egy Building Browser ablakunk, amiben látható az összes épület egyben, de a játék az egyszerűség kedvéért nagyon jól kilistázza ezeket ilyen szép átláthatóan, ugyanazokat az ablakokat különbontva. Maga az építkezés természetesen anyagköltségbe és időbe kerül, látható például, hogy egy templomnak a megépítése 860 fába kerül, illetve két körön át tart a megépítése, és hogyha ezt szeretnénk fejleszteni, akkor már kőre is szükségünk lesz, és három kör alatt készül el egy nagyobb verziója a templomnak. Látható, hogy a provinciáknak van, illetve a városoknak van egy főépületük, amit fejlesztenünk kell ahhoz, hogy elérhetőek legyenek a nagyobb szintű épületek, így gyakorlatilag minden egyes épület hozzá van rendelve a városnak a központjának a kiépítettségi szintjéhez. A provinciáknak van egy összegző panelük, ami akkor jelenik meg, amikor rákattintok egy városra. Ez azért van így, mert a Total War játékokban a városok nem értelmezhetőek a provinciáik nélkül, itt a provincián belül egészítik ki egymást a különböző épületeikkel, és egy szép olajozott kapcsolatban tudnak majd együtt dolgozni, feltéve, hogy az összes város a provincián belül az én fennhatóságom alá kerül. Látható, hogy például Mikéné provinciájában csak a főváros Mikéné az enyém, és illetve van két város, ami nem tartozik a fennhatóságom alá, ezekből nem származik semmilyen bevételem, és nem is tudok bennük építeni. Ha elfoglalom őket, akkor kialakíthatok egy jó kapcsolatot, egy jól működő provinciát, de ez addig nem történik meg, amíg ezeket a városokat nem szerzem meg. Itt bal oldalt látható egy ilyen összegző panelen, hogy mennyi nyersanyag származik a provinciá, ami nyilván egy apró segítség csak azoknak, akik nem szeretnék összeadogatni itt külön az provinciák városaiból a nyersanyag mennyiségeket, amik befolynak. De mint láthatom, ugye most Mikénéből jön X mennyiségű nyersanyag, ami pont annyi, mint a provincia összes nyersanyaga, mert hát ez az egyetlen város, amit a provincián belül uralok. Ezen kívül az adminisztráció alatt látható egy ilyen populáció többlet, amit maga a provincia együtt termel ki. Nem a városokról van szó, hogy nem a városok nőnek, hanem a provincia együtt emelkedik, nő, és ezeket a populációs töblete számokat el tudom költeni építkezés során az egyik városomnak a fejlesztésére. Hát képzelhetjük úgy, hogy a különböző városokból akkor beköltöznek a fővárosba emberek, vagy éppen fordítva, attól függ, hogy melyik városban szeretném kiépíteni jobban egy kicsit a városrészt, a központi városrészt. A populáció többlet az a provincia együttes növekedési üteméből származik, és ezt a populációs többletet kell felhalmoznom egészen addig, amíg egy elkölthető mennyiség nem gyűlik össze. Itt 135 pontot kell összegyűjtenem ahhoz, hogy meglegyen az a többlet, amire szükségem van. És itt látható például, hogy ha meg akarok építeni egy nagyobb várost a fővárosomba, illetve egy nagyobb városrészt a fővárosomba, akkor ahhoz 4 darab populációs töbletet kell összegyűjtenem. Hát igazából egyértelmű, hogy a 4-es szinthez 4-et kell összegyűjtenem, de ezt külön ki is írja a játék, mert ez nem lenne egy törvényszerű dolog, de itt így van. A boldogság az egy olyan egyszerű dolog, hogyha túl alacsony, akkor a provincia fellázad ellenünk. Ez megoldható azzal, hogy a boldogságot növeljük, például azzal, hogyha kikapcsoljuk az adókat a provinciában, és akkor ezzel helyreállíthatjuk egy normális szintre a
népességnek a jó kedvét, illetve különböző épületekkel növelhetjük ezt a szintet. Illetve van még egy befolyásunk, ami egy érdekes mechanika, szintén épületekkel tudjuk, illetve hősökkel befolyásolni a befolyási szintünket egy provincián belül, hogyha megfelelő befolyási szinten rendelkezünk, akkor egyes épületek azok nagyobb bónuszokat adnak nekünk, mint amit alapvetően adnának. Itt például van egy ilyen épületünk, hogy nézzük csak, elméletileg igen, itt van, hogy High Influence bónusznál plusz 62 bronzot biztosít számunkra ez az épület, alapvetően pedig csak 41-et. A High Influence bónusz az 65% fölött jelentkezik, ami például ennek a provinciának, ennek a városában, mert ebben a provinciában is csak egy városon van, ez tartható. Szóval jelenleg, hogyha ezt az épületet megépíteném, akkor sokkal több bronz termelődne ki belőle, mint hogyha csak ezt az épületet építeném meg. Természetesen az egyik épület drágább, de ez részletkérdés. Ezen kívül még mindenképp érdemes beszélni arról, hogy a provinciáknak városokra bontva vannak állomásozó egységeik. Mindegyik városban láthatom, hogy mennyi egység tartózkodik a városban. Érdekes módon azokat az egységeket is látom, amelyek nem az én fennhatóságom alatt lévő városokban vannak. Ez egy apró segítség számunkra, hogy tudjuk, hogy mivel nézünk szembe. Nem tudom, mi a logika mögötte, de minden esetre jól látható, hogy melyik városban hány egység állomásodik. Ez a városnak a saját őrsége, ezt nyilván épületekkel lehet növelni, illetve hogyha egy hős állomásodik egy városban, akkor az megvédheti a várost a saját seregével, de a városnak alapvetően csak egy kis sereg áll rendelkezésére a védekezésre, úgyhogy ha nem biztosítunk semmi plusz számára, semmi plusz támogatást egy városnak, akkor könnyen elfoglalhatóvá válhat. A provinciákon belül lehívhatunk hősöket, illetve ügynököket. Magáról az ügynökrendszerről nem sok mindent tudok mondani, mert a játék kezdeti szakaszában nem volt dolgom velük, de jól látható, hogy lehívhatunk majd valószínűleg nagyköveteket, kémeket, papnőket, illetve érzésem szerint hősköltteményekbe illő ügynököket. Ezekkel különböző akciókat tudunk végrehajtani majd valószínűleg. Egy személyben mozognak a pályán, hadsereg nélkül, ennyit tudok róluk. Illetve itt vannak a hősök, ahogy Agamemnon is egy hős a pályán és hadsereget irányít, úgy más hősöket is lehozhatunk a játékba. Ezeknek van egy toborzási költségük, illetve egy fenntartási költségük, ami mint jól látható mindegyik esetében étel. Ezen kívül van egy harcmodoruk, ami a felvehető képességeiket befolyásolja, magát azt, hogy hogyan működnek a csatában, illetve hogy milyen bónuszokat biztosítanak a provinciáknak, a városoknak, az egységeknek maguk körül, attól függően, hogy milyen irányba fejlesztjük ezeket a hősöket. Ezen kívül van egy beállítottságuk, ami a motivációjukat befolyásolja. Itt az van meghatározva gyakorlatilag, hogy a játékban milyen akciók növelik a motivációikat, illetve milyen akciók csökkentik a motivációikat. Például egy olyan hős, ami inkább védekező beállítottságú, az akkor lesz motiváltabb, hogyha nem támadunk és lemészárolunk vele mindenkit, hanem akkor, hogyha például elfoglalunk egy várost, és azt megtartjuk magunknak, és megpróbáljuk megvédeni, és a birodalom részévé tenni. Hogyha a motiváció szintje lemegy egy hősnek, akkor fellázadhat ellenünk, ezért érdemes ezre odafigyelni, hogy olyan hősöket hozzunk le a játékba, amiknek a motivációja, a beállítottsága, az egyezik azzal a játékmodorral, amit mi folytatni szeretnénk ezzel a hőssel. Ha meg szeretnénk nézni jobban, hogy egy hősünk mire képes, milyen képességeket vehet fel, stb., akkor van egy karakter adatlapja minden hősnek. Itt megláthatjuk a tulajdonságaikat, a képességeiket, illetve a felszerelésüket. Itt mindig arról van szó, hogy minden egyes panel valamilyen bónuszt listáz le nekünk, hogy az az adott hős milyen bónuszokat, illetve előnyöket biztosít nekünk egy-egy csatában, illetve magában a játékon belül a kampány során milyen bónuszokat ad. Ezek nagyon érthetően ki vannak itt listázva, átláthatóak, úgyhogy tudjuk használni ezeket a hősöket olyan módszer szerint, amilyen módszer szerint csak szeretnénk, illetve szintén arról van szó, hogy a játék módunkhoz igazíthatjuk az ő képességeit, akár hogyha szintet lép, akkor felvehetünk vele olyan tulajdonságot, képességeket, amiket vagy arra fordíthat, hogy a provinciánkat erősítsék, vagy a hadsereget jobban tudjuk használni, ami alá tartozik. Így a hadseregének a kiépítését is érdemes azt szerint megtenni, hogy maga a hős milyen képességekkel rendelkezik. Magának egy hősnek a hadserege maximum 20 főből állhat, 20 zászlóaljból, ebbe beletartozik maga a hősünk is, hiszen az is egy aktív és
jelentős erőt képviselő személy a csatamezőn. Ezt a sereget bővíthetjük a toborzással, ezt a toborzást a hősünk végzi el barátságos területen belül. Itt kiválaszthatjuk, hogy milyen egységeket szeretnénk toborozni, ez attól függ, hogy az adott provincia milyen egységek előállítására képes, illetve hogy hány egységet tudunk toborozni egy kör alatt, az attól függ, hogy milyen épületek, milyen képességek, milyen különböző bónusz befolyások érvényesülhetnek az adott provincián belül. A 3 az egy jellemzően minimum szám, és akkor ezt elvihetjük 4-re, akár 5-re is. Maguknak az egységeknek az információit itt baloldalt láthatjuk, a játék rögtön felül ad nekünk egy ilyen gyors segítséget arról, hogy ezeket az egységet hogyan használhatjuk a legjobban. Látható például, hogy ezek a Young Spears-ek, ezek rosszak a védekezésben, és emiatt ugyanúgy a távolsági támadások ellen sem jók a védekezésben, hiszen pajzsuk sincsen. Ellentétben például az egyszerű Spearmenekkel, akiknek remek védekezési lehetőségeik vannak, a támadásuk gyenge. De akkor nézzük is meg, hogy mire képes élesben a Total War játékban egy harcos egység a harcmezőn, és most, hogy a játék elkezdéséhez az alapokat úgy érzem, hogy letisztáztam, vessük bele magunkat az első küldetésünkbe, ami nem lenne más, mint az, hogy semmisítsük meg az ellenfelünket, aki történetesen itt áll mellettünk. Egyszerűen rákatintunk az egységünkre, kijelöljük támadásra, és konfliktusba kerülünk vele. Látszik, hogy a játék most egy könnyű csatát fog nekünk adni, de az alapvetően ugye mutatja, hogy milyen egységek, milyen erősségű egységek állnak egymással szemben, és ezeket a csatákat automatikusan is lejátszhatnánk, de az nem lenne olyan izgalmas és tanulságos sem, úgyhogy akkor most belevetjük magunkat egy rendes, véres, igazi küzdelembe. Nos, tehát várhatok 3 napot, ami kedvező körülmények nem keletkeznek a harcra, ami nekem lehet, hogy jó egyébként, mert én már többször nekifutottam ennek a csatának, és tudom, hogy az ellenfélnek a távolsági egységei sokkal messzebbre lőnek, mint az enyém, úgyhogy várunk addig, amíg esetleg valami ködös idő nem lesz, amitől nem látnak meg minket majd ugyanolyan távolságból, ez egészen jónak tűnik így. Na, nézzük csak, először is lehelyezhetjük az egységeinket egy sárga körön belül, illetve vannak olyan egységeink, amiket egy kicsit nagyobb rugalmassággal helyezhetünk el a pályán, ezek könnyebben mozgatható egységek, ezeket használhatjuk oldalba támadásra, vagy bármilyen, tudom is én, megzavarásra, de egyébként ezek az egységek távolsági egységek, úgyhogy én nem szívesen használnám őket úgy, hogy a többi egységem nem tud védelmet nyújtani nekik. Az ellenfélnek a serege az itt látható valahol, ennél sokkal több embere van, de ennyit látunk belőle így elsőre. Minden csata más random generált pályát ad nekünk ki, úgyhogy sosem tudhatjuk, hogy milyen területen fogunk harcolni az ellenfelünkkel, mindig alkalmazkodnunk kell a környezetünkhöz, ami tök jó, mert így kombinálhatunk különböző lehetőségek szerint. Például, hogyha én ide feljönnék a távolsági egységeimmel, akkor egészen jó védelmet kapnék, ugye a sziklák által meg kéne kerülni ezt a területet, és addig lőhetném őket innen felülről, de ők is fel tudnának lőni hozzám, úgyhogy annyira hatalmas előnyöm azért nem lenne. Gondolkodhatok még abban is egyébként, hogy itt vannak fák, amik ugye eltakarnák az én seregemet az ő serege elől, de itt is vannak fák, illetve ő azért bemozoghat különböző területekre, amiket én nem feltétlenül látok, illetve tudok most előre, úgyhogy én azt mondom, hogy egyszerűen csak lehúzom a seregemet ide lentre, és itt végigmenjük a fák között, megnézzük, hogy ha például ide a fák közé behelyezem őket, bevonulunk ide, bemenetelünk ide, akkor egy szemtől szembeni küzdelemre felkészülve, hogyan reagálna ő, egyáltalán látja azt, hogy mi itt vagyunk. Hogyha kirohanunk onnan a fák közül egyébként, akkor talán még meg is lephetjük a távolsági harcosait, illetve még megtehetném azt is, hogyha egy kicsit taktikusabb szeretnék lenni, hogy azokkal az egységekkel, amik könnyen mozgathatók, nem a spearmenek, hanem inkább a milícia, ugye itt érdemes nézni már a sebességértékeit az egységeknek, ugye a spearmeneknek 37, a milíciának meg 48, és ugyanez vonatkozik a kardos egységekre, ezekkel esetleg egy hátba támadást előkészíthetek, úgyhogy ezekkel kivonulunk ebből a pozícióból, ebből a csatasorból, és a lassabban mozgatható egységeinkkel készülünk fel egy szemből szemtől szembeni támadásra. Ezekkel az egységekkel pedig hátra vonulok, és ebben az erdőben fogunk elbújni velük. Elméletileg ugye mi is látjuk az ellenfélnek az egységeit,
és már is reagál a mi mozgásunkra, hiszen ő is látja nagyjából, hogy mi hogyan mozgunk a pályán. Milyen mozgásokat végzünk. Egészen addig, amíg nem biztos abban, hogy mi mit csinálunk, addig tud reagálni. Illetve egészen addig tud reagálni, amíg biztos abban, hogy mi mit csinálunk. Most egy kicsit hátrébb vonult, szóval ha ezzel a sereggel visszajövök, akkor lehetséges, hogy erre úgy reagál, hogy vissza mozdul. De nem egyelőre, úgy látom, hogy ott maradt, ami jó. Próbáljuk meg azt, hogy egy kicsit hátrébb jövök, és hát ha nem veszi észre a csapat mozgásomat. Hogyha innen egy kicsit hátrébb, nagyot kerülve próbálok meg mögé kerülni. Nem vagyok biztos benne, hogy egyébként ez egy működő dolog, de hogyha valamire van esély, akkor erre. Hogyha így próbálok mögé kerülni, akkor erre nem fog túlságosan reagálni. Egyelőre én azt vettem észre, hogy az AI az mindig a kivárásban dolgozik. Kivárásra játszik. Főleg akkor, amikor egyébként mi vagyunk előnyben, számbeli fölényben, akkor ő próbál egy olyan pozíciót elfoglalni, ugye, ami neki előnyös. Főleg azért, mert mi kezdeményeztük a támadást, ezért a mi érdekünk az, hogy ő elpusztuljon. És egyébként meg azért is, mert az ő ideje az végtelen. Mi pedig addig játszunk, ameddig tudunk, úgyhogy nem fogunk versenyt várni a számítógép ellen, ez egészen biztos. Aljas húzás egyébként, de legalább rákényszeríti a játékost arra, hogy különböző kényszerítő lehetőségek szerint játsza ezt a játékot, úgy érzem. Most egészen jól bejöttünk erre a pozícióra, és ebben az erdőben fogunk kikötni itt hátul, nem sokára. Viszont túlságosan közel ne is menjünk hozzá, mert hogyha észrevenni azt, amit tervezünk, és reagálna rá esetleg, akkor nem fogunk tudni kitámadni rá időben a front egységünkkel, sőt, igazából a másik egységünkkel nem fogunk tudni, egyszerűen el fogja tiporni őket, mert szétbontani a sereget az mindig kockázatos. Például ebbe az erdőbe bejönni már lehetséges, hogy kockázatos lenne, ezért most egyelőre itt hagyom ezt a sereget. Ugyanis, hogyha véletlenül megneszelni a dolgot, letámadna engem abban az erdőben, a másik sereggel csak futnék utána, és addig azt a seregemet gyakorlatilag el is intézhetné az AI ebben az esetben. Az látható egyébként, hogy paritjás egységekkel néz felénk most, és igen, most már látszik az is, hogy idehozott egy sereget ennek a hátba támadásnak a megakadályozására. Ennek ellenére érdemes ezt a stratégiát végigvinni, mert két irányból támadni mindig előnyös lehet. Az ijászokat, illetve a távolsági egységeket vigyük a közelharci egységek mögé, mivel közelharcba kerülve az ellenfél közelharci egységeivel nagyon kiszolgáltatottak lennének, úgyhogy mindenképp egy olyan pozícióba kell őket elhelyezni, amikor is nem támadhatja meg őket az ellenfél közelharcos egysége. És akkor ezzel a sereggel pedig letámadjuk, hát azt a sereget, amit egyébként direkt nekünk kihelyezett. De ezzel a sereggel most még nem indulunk meg. Pozíciót tartunk. És megpróbálom közelebb lépni ezzel a másik sereggel. Csak ennek az erdőnek a széléig. Lehetséges, hogy van még egy serege egyébként, amit én nem látok. Igen, és most jól láttam, megindult a másik seregem felé, ami probléma lehet, de ebben az esetben egy támadást, egy gyors menetű támadást indítunk felé. Ezzel a sereggel pedig pozíciót tartunk egészen addig, míg a másik sereg. Oké. Nem reagál valamit. És akkor most ezzel a sereggel kimenetelünk szembe a másikkal. Illetve hátulról a másikra. Ezzel igazából egy kicsit futhatnánk is le a lejtőn.
A hős karaktereknek van egy képességük, amiről most érdemes beszélni ebben a pillanatban. Ez, hát illetve minden karakternek más-más képessége van. Agamemnonnak egy Leader of Man képessége van, amivel 10% milliárdtáke és milli defense bónuszt ad a közelében lévő egységeknek, hogyha megfelelő mennyiségű dühöt, rage-et tud összegyűjteni a csata folyamán, akkor ezt elhasználja és x ideig tart. Harcba kell keverednie a karakternek ahhoz, hogy ez megtörténjen. A hősünkkel pedig szerintem nyugodtan támadhatjuk a másik hőst, vagy esetleg a sereget, az majdnem mindegy. Mivel itt két sereggel harcunk egy sereg ellen, ezért az egyik sereggel kimozdulhatok oldalra, és megtámadhatom hátba ezt a távolsági egy sereget. Ugye itt a Total War-okban egyébként mindig ezek a taktikázások döntőek, és hogyha egy közelharci sereget meg tudunk támadni távolról, illetve hogyha egy távolsági sereget meg tudunk támadni pont fordítva közelről, akkor az hatalmas előnyt jelenthet nekünk a játékban. Így gyakorlatilag egyébként a és nem tudom, hogy hova megy egyébként az ő hős karaktere, de nem fog utána futni, az biztos. És ezen a ponton sikerült két front közé szorítanunk az ellenfelünket. Ami bónuszt ad nekünk. Itt most már elhasználhatom Agamemnon képességét, és megadom a összes seregemnek a közelben azt a bónuszt, amit kínálni tud ebben az esetben. Azokkal a közelharcos egységekkel, seregekkel, amelyekkel lehetőségem van megtámadni az ő távolsági egységeit, azokkal támadok is. Hogyha nem áll előttük semmi, ami ezt megakadályozná, akkor érdemes kimenni rájuk. És ezzel el is zavarom őket egyébként, szóval ilyenkor visszafordul. A seregek, hogyha rosszul állnak, akkor elkezdenek visszavonulni. Ez fontos, ezt a morál befolyásolja a játékban, hogyha megfelelően mennyiségű nagy morál áll rendelkezésre egy seregen belül, akkor sokkal később fognak visszavonulni, ami nagyon előnyös lehet, mert a gyáva egységek, a gyáva seregek tönkretehetik a stratégiánkat. Nagyon sokszor hasznos lenne az, hogyha még kitartálnak egy darabig, és nem bölcs egyáltalán az, hogy visszavonulnak hamar. Például ez a sereg már elkezd visszavonulni, pedig sokkal több életereje van, mint az én egységemnek, seregemnek. Sőt, egyébként meg lehet, hogy előnyösebb harci... Igazából lehet, valószínűleg egyébként egy erősebb seregről van szó, úgyhogy le is győzhették volna talán a seregemet. És hogyha ő tudott volna hozni egy felmentő sereget az ő seregének, akkor érdemes lett volna, akkor hasznos lett volna számára, hogyha az a sereg minél tovább kitart, úgy gondolom. Ezek a seregek, amik egyszer megfutamodtak, később összeszedhetik a bátorságukat, és újra támadásba lendülhetnek, mint ahogy látható, ez itt összeszervezte magát, ezért nem kell készpénznek venni azt, hogyha visszavonult egy sereg, mert ez bármikor megfordulhat. És a játék persze fel is ajánlja a győzelmi lehetőségét, amikor már tényleg nagyon egyértelmű, hogy mi a helyzet, és végleg elvonult az ellenfél. Van még egy taktikai nézetünk, ami egy ilyen pici csatában nem volt szükséges, de nagy felülnézetből is megnézhetjük, hogy mi a helyzet a játékban, és
ez tényleg már csak arról szól, hogy itt jól látunk mindent. Itt egyedül azt sajnálom egyébként, hogy a fontos kijelölési lehetőségek ebben a módban nincsenek benne. Szóval itt nagyon szépen átlátható minden, de ettől függetlenül én tökre örülnék neki, hogyha a seregeimet ugyanúgy tudnám kijelölgetni és irányítgatni. Irányítani tudjuk őket, csak így átlátni a seregek létszámát, azt ebben a módban így nem. Na, de akkor ezt a csatát megnyertük. És akkor az ellenfelünk legyőzése után lehetőségünk van arra, hogy eldöntsünk, hogy mit csináljunk a legyőzött sereggel, a foglyokkal. Eladjuk őket esetleg hitelért. Ugye ez mindenképpen zsákmány lenne nekünk. Kionthatjuk a vérüket, ami morált adna a mi seregünknek, ami azért fontos, mert ugye, hogyha megfelelő mennyiségű morált felhalmozunk, akkor később fognak visszavonulni az egységeink, úgyhogy hosszú távon beküldhetjük őket a harcba, úgyhogy nem kell attól tartanunk, hogy megfutamodnak hamar. Illetve van egy olyan lehetőségünk, hogy beépítjük a túlélőket a mi seregünkbe, és akkor ezzel egy kicsit vissza szedtük a seregünk létszámát. Én a morálra szavaznék leginkább, úgyhogy mészároljuk le ezt a sereget, legalábbis azokat, akiket le tudunk belőle, mert van egy visszavonuló serege is. De a lényeg az lenne, hogy ugye a másik két opció az egy olyan nyersanyag, illetve olyan forrás, amit amúgy is meg tudok szerezni, az egyedül a morál az, amit most ebben az esetben csak az ellenfél egységeinek a legyőzésével tudok begyűjteni. Ever more powerful. A küldetés befejezésével persze megkaptam a jutalmamat, úgyhogy így is nyersanyagot gyűjtöttem be. És akkor az ő serege, az megtépázva, elméletileg egészen eddig visszavonult. És hogyha szeretnék, akkor utána mehetnék és rátámadhatnék még egyszer, csak ugye a probléma az, hogy itt már a várossal néznék szembe, a város körzetében van az egység, így a város maga is beszállna ebbe a harcba. Az ő állomásozó serege az elég nagy, úgyhogy nem megyünk utána, hanem visszamegyünk a városba, gyógyulunk és felkészülünk a városnak az ostromára, amit a következő epizódban fogunk megtenni. Erre kell majd pár kör, egy-két stratégiai lépést is meg fogunk tenni előtte, épületeket fejlesztünk, kutatásokat indítunk el, stb. Úgyhogy ezt a kört még nem passzolom el, még mindig a játék első körében vagyunk, és a következő videóban fogom befejezni az első kört, és megmutatni, hogy milyen stratégiai lépéseket eszközlök ahhoz, hogy megkezdhessük az ostromot majd a város ellen. Na, de akkor ennyi lett volna már a Total War Saga Troy. Hát mondhatni azt, hogy kezdőknek tervezett videómnak az első része, és akkor a folytatásban egy ostrommal folytatjuk a játékot, és egy-két stratégiai mozdulattal. Sziasztok!